A köztévé nem a Fidesz maffiái. Ez áll az egyik olyan táblán, amelyel a tiltakozók az MTVA Kunigunda utcai székházához vonultak. A tüntetést Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő hívta össze. Újra fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy miközben a miniszterelnök hetente többször papolhat órákon keresztül élőben, az ellenzék miniszterelnök jelöltje egyszer sem tehette be ide a lábát. Hatházi Ákos szerint a Fidesz évek óta a demokrácia magyarországi jelenlétét hangoztatja Európának. Ennek megcáfolására úgy véli, jó példa az, hogy hányszor szerepelt a közmédiában Orbán Viktor, és hányszor az ellenzék. Szél Bernadett szerint 28 nap múlva lehetőség nyílik arra, hogy a közmédia, amely még az ellenzéki előválasztásról sem számolt be, valóban a közszolgálja. A tüntetésen Szabó Tímea, Óbuda Békásmegyer országgyűlési képviselője azt mondta, a köztévé Orbán Viktor vezetésével és az egész Fidesz kormány beállt Oroszország és Putyin mögé. Szabó Tímea hangoztatta, áprilisban a parlamenti választáson azt kell eldönteni, hogy Putyinra és Orbánra szavaznak-e a polgárok, vagy Európára és az ellenzékre. Koros Lajossal együtt néztük ezt a bejátszást, jó reggelt kívánok, és ugye mondta, hogy ott is volt. Igen. Na most önök kaptak választ egyébként az MTVA vezérigazgatójától, Papp Dánieltől és Dobos Menyhértől, a Duna Média Szolgáltató ZRT vezérigazgatójától. Az volt a lényege a közleményünknek, hogy a balliberális pártok sértik meg a sajtószabadságot, és egyébként nem igaz, hogy nem mutatnák be az orosz agressziót, ezt is próbálták önök elhazudni tegnap. De a sajtószabadságot önök veszélyeztetik. Ja. Hát úgy, mint annak idején, most azt hiszem 3,5 éve, amikor bent voltunk az MTV a székházba, és ugye Varjú László leteperte a biztonsági őröket, és ő ugrált a hátukon. Tehát körülbelül ennyi az igazság ebből az egészből. Nézze, Magyarországon gyakorlatilag nincs semmiféle közszolgálati média, sőt, mi ott Észak-Magyarországon, ahol én élek, kérem szépen, ott egy szlovák rádiót hallgatunk, közszolgálati magyar adóként, az a Pátria Rádió, úgy is hirdeti magát, hogy a magyar nyelvű közszolgálati média. Hát több mindent lehet nekik elhinni, mint a Kossuth Rádiónak, vagy az MTVA-nak. Nézze, itt ezen a tüntetésen egyébként a nagy hangzavar akkor tört ki, amikor megláttuk a tetőn a kamerákkal berendezkedni az operatőröket, mert hogy ott egy lapos tetős épület van, és hát ilyen háromlábú kameraállványokkal fölálltak a tetőn. De látja, ez is azt bizonyítja, hogy beszámolnak egy ellenzéki tüntetésről is, ami ő ellenük zajlik. Szerintem csak rögzítették, hogy milyen mozgások vannak ott lent a téren, mint ahogy annak idején, mikor mi bementünk az épületbe, akkor is folyamatosan filmeztek és rögzítettek bennünket, de ez nem lett meg. Egyébként ez a természete az ilyen rendszereknek, mint amit ők itt az elmúlt 12 évben kiépítettek. Ugye az, hogy a közmédia hogyan működik, és például az, hogy ellenzéki politikusokat oda nem hívnak, vagy Márki-Zay Pétert, mint ellenzéki miniszterelnök jelöltet nem hívják oda, ez egy régről tudott dolog. Mennyiben változtatja meg ezt a helyzetet a háború? Mert ugye például a Political Capitalnek volt egy részletes elemzése arról, hogy az orosz propaganda anyagok hogyan szivárognak át, és milyen struktúrában a magyar nyilvánosságban, és egyébként érdekes, hogy ők azt írják, hogy létezik tárgyilagos tájékoztatás a közmédiában is, meg vannak olyan szakértők, akik egyezetben, mintha az orosz propagandát nyomnák. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes mátrix, ami összeáll a magyar nyilvánosságban. Biztosan sok mindent nem lehet elhallgatni. Nézze, annak ellenére, hogy például Putyinék most Ukrajnában ugye az atomerőművek adatait próbálják korlátozni, az adatszolgáltatást, most, hogy leállították a Twittert, leállították a Facebookot. Ideig, óráig ilyet lehet csinálni, de itt előbb-utóbb ebből borzasztó nagy botrányok tudnak lenni. Belegondolt abba valaki, hogy mondjuk Ukrajna, aki Európa legnagyobb gabona termelő országa, a háború miatt se vetés, se aratás nem lesz, hogy ennek milyen következményei lesznek. Hát a közel-keleti összes arab országot ukrán gabonával látják el, hogy ennek mi lesz a következménye, hogyha néhány héten belül, vagy néhány napon belül nem fejeződik be ez a háború. Vagy végig gondolta azt valaki, nem a áremelkedésekhez kapcsolódik, de egy mondat erejéig engedje meg, mert erről senki nem beszél. Ukrajnában 7,5 millió gyermek él, majdnem annyi, mint Magyarországon a felnőtt. 170 000 állami gondozott gyerek van.
a 170 állami gondozott gyerek gondozói, azok elhagyták az országot. Tehát nem elég, hogy a családjukat elveszítették ezek a gyerekek százezer számra, hanem még azokat is, akik gondoskodtak eddig róluk. Ezek utcagyerekek lettek, ott állnak a hiénák, az emberkereskedők, a prostitúcióban utazók, a kábítószerkereskedők, hogy elvigyék ezeket a gyerekeket. Hogy mi fog történni itt Európában, és akkor itt nem beszéltünk másról, csak egy nagyon kicsi szegmenséről. Természetesen nagyobb baj az, amikor üzenetként jó tablettákat küldenek mondjuk Franciaországból, de én ezt tapasztalom, mert van olyan családtagom, aki más európai országban él, és ő mondta a tegnapi nap folyamán, hogy vannak olyan patikák, ahol kifosztották a gyógyszertárakat. Na szóval... Most jó sok mindent, következményt soroltunk, de ami talán a legjobban érinti a magyarokat, és főleg azokat, akik így is egyik napról a másikra próbáltak élni, az az áremelkedés, ami a háború előtt is itt volt velünk, az infláció itt volt velünk, a forint árfolyamának a gyengülése itt volt, de ez most egy szinte soha nem látott mértéket fog ölteni. Ezzel az ellenzék kormányra kerülve mit kezdene? Nézze, én nem láttam olyan kormányzati intézkedést, amely igyekezett volna az elmúlt hetekben, hónapokban karbantartani, valamelyest karbantartani az inflációt. Tehát folyamatos volt az MNB részéről. De milyen alacsonyak. Hát volt, amelyik egy napig se élt, vagy egy napig élt. Délelőtt bejelentették, délutánra elolvadt az egész. Az elmúlt hetekben, hónapokban volt egy nagyon erős árnyomás, egyszerre volt jelen az inflációérzékelés és az inflációs várakozás, mivel magas volt az inflációs várakozás, következésképpen ezek be is következtek, miközben, hogyha olvasták volna például az ipari kibocsátási árakat, vagy a belföldi kereskedelmi, vagy mondjuk az élősertésnek, vagy a marhának a felvásárlási árait, azt, hogy kicsit is valaki ért a statisztikához, az tudja, hogy néhány hónap múlva a kiskereskedelmi árak le fogják követni ezeket a tendenciákat. Na most én ilyenekről nem akarok beszélni, mert hallom, hogy jönnek szakavatott hozzáértők is, akik mondjuk az energiaárak alakulásáról, de az élelmiszer áraknál. Ha a felvásárlási árak háromszor akkorák, mint a mostani inflációs ráta, akkor csak idő kérdése, hogy néhány hét múlva, ha nem is egy az egyben, de nagy része meg fog jelenni, mert a kereskedők nem fogják... Mit tennének? Mert hogy ez már messze nem csak belpolitikai és határon inneni gazdasági kérdés, ezek regionális és világpiaci folyamatok. Mit tenne az ellenzék másképp? Azt már hetekkel, hónapokkal ezelőtt elmondtuk, hogy például a kokáért, ahol jövedéki adó van például az üzemanyagoknál, hogy miért nem lehetett a jövedéki adót csökkenteni? Azt mondták, azért nem lehet, hogy a kormány bevételé legyen. De most megcsinálták most a nagykereskedelmi árat is. Fél év után, amikor már láttuk múlt év őszén a tendenciákat. De ezt fenntartanák? A csökkentésére ugye... feltétlenül. Akkor de meddig mióta... lehet ezt fenntartani? Amíg normalizálódik a helyzet, de mióta követeljük már az alapvető élelmiszerek áfájának 5%-ra való csökkentését? Ez valóságos segítséget nyújtana azoknak az embereknek tényleg, akik egyik napról a másikra nekik, élnek. Igen, a költségvetésnek ekkora hiánya még nagyobb hiányt eredményezne. Ez meddig fenntartható? Nézd, akkor ide kell hívni egy fideszes politikust, és meg kell tőlük kérdezni, hogy ugye hogy gondolták, hogy ekkora államháztartási hiányt zúdítanak rá az országra. Hogyan van az, hogy így eladósítják ezt az országot egy ilyen kritikus helyzetben? Erre azt hiszem, hogy most nem a háborúra ellenzé... mondjuk nem készülhettek, azt nem tudhatták, hogy ez következik be február végén. Lehet, hogy még az orosz titkos szolgálatok se készültek fel, ahogy olvasom most a reggeli lapszemléket, arra, hogy itt igazi háború lesz, de ez bekövetkezett. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon határozott kormányzati intézkedéseknek kell lenni április 3-a után. 5%-os élelmiszeráfa, 18% alapvető élelmiszerek áfája, 18%-os élelmiszeráfa, sőt tárgyalni lehet arról, hogy további csökkentések legyenek, mert a mindennapi megélhetést az ilyen radikális intézkedések tudják segíteni. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is.